Elindultam szép hazámból. Magyarok a nagyvilágban. Ha az ember élni akar, sportoljon. Keleti Ágnes. Száz évesen is sugárzik belőle az életkedv. A mai világban elképzelhetetlen pedig igaz. Tornászként 31 és 35 évesen nyerte olimpiai bajnoki címeit. Hiába mutatkozott be 18 éves korában a válogatottban, az első három olimpia kimaradt a pálya futásából. Kettő a háború, egy pedig sérülés miatt. Az 1921-ben Budapesten született Keleti Ágnes készült a londoni játékokra, de egy szalagszakadás miatt nem utazhatott. Négy év múlva Helsinkiben már ott volt és a talajon aratott győzelme mellett egy ezüst és két bronzérmet is szerzett. A római világbajnokságon mind három medálból begyűjtött egyet. 1956-ban Melbourneben aztán tarolt. Talajon, gerendán, Felemáskorláton és a kéziszer csapattal is aranyat nyert. Meg még két ezüstöt. Összesen tíz olimpiai érme van. Ezután Izraelbe emigrált, ahol megteremtette a tornasport alapjait edző és sportdiplomata lett új hazája színeiben. 2004-ben beválasztották a nemzet sportolói közé. Dobor Dezső és Dávid Sándor keleti száz című könyvének mottója, mert szeretek élni, és ezt komolyan veszi. A műből kiderül, hogy a sportsikerek mellett nőiességét sem hanyagolta el. 2019 óta ő a világ legidősebb élő olimpiai bajnoka. Egyik elődje, Tarics Sándor vízilabdázó, 103 éves koráig birtokolta a címet. Keleti Ágnesnak azt kívánjuk, hogy alaposan szárnyalja túl olimpiai bajnoktársát. A műsorszám az Agrárminisztérium és a Hungarikum Bizottság megbízásából készült.